Szóval, hogy miért kezdtük el használni ezt az online médiát, az pedig a közösségi vállalkozás, mint gondolat. Ugye ki vagyok én? Én az Inspiráció Egyesületet vezetem Nyíregyházán, mi egy civil szervezetfejlesztő csapat vagyunk, tehát civileket szervezetfejlesztünk, ez a fő tevékenységünk. Ugye az elérhetőségi ott van, tehát hogyha valaki bővebben akar tudni az Egyesületünkről, akkor ugye az inspiráció.hu alatt megtalál minket. És ugye 10 éve különböző segítségekkel segítjük a szervezeteket, például stratégiai tervezés, éppen most jött valaki, hogy csinálunk-e még ilyet. Igen, stratégiai tervezést facilitálunk, komplett szervezetfejlesztéssel segítjük a szervezeteket. Több mint 10 éve próbáljuk azt elérni, hogy a szervezetek, a civil szervezetek a céljaikat minél hatékonyabban és jobban tudják szolgálni. Tehát ez az alapküldetésünk. Mi közvetve szolgálunk társadalmi célt, mert azt mondjuk, hogy minden jó társadalmi célt lehet még jobban csinálni, és hogy ugye ebbe próbáljuk segíteni a szervezeteket. És ugye ennek a munkának az egyik, hogy mondjam, következménye, hogy én nap mint nap újabb és újabb valósággal találkozok. Ha én elmegyek egy szervezethez, aki vakokkal, aki hajléktalanokkal foglalkozik, akkor én nap mint nap a vakok, a hajléktalanok, az állatmenhelyet fenntartóknak a gondjaival, problémáival szembesülök. Én ezt úgy élem meg, hogy nekem pedig kötelességem minél inkább a valóságot, a valóságra segíteni őket a szervezetfejlesztésbe. Tehát nem elméleteket hozni nekik, hogy milyen profi, nem tudom, OD elméletek vannak, amivel ugye meg lehet ismerkedni, hanem hogyan lehetne azt a valóságot, amiben ott vannak a 100 állattal, és már nem fér be a többi állat a menhelyre, vagy ugye a vakok és gyengénlátók, és nem érjük el őket, és nem tudunk kommunikálni velük, és. Na és itt jön az alap, hogy és körülnéztünk, körülbelül szerintem ez az elmúlt 10 évre is igaz, de legjobban az elmúlt 2-3 évben, és azt láttuk, hogy mivel küzd minden szervezet, ez a lenni vagy nem lenni kérdésével. Azzal küzdenek, hogy miből is éljünk meg, mi személy szerint is, miből tudjuk a céljainkat finanszírozni, és ezt láttuk egyéni szinten is. Tehát bárhova néztünk, azt vettük észre, hogy egyre többen nézik azt, hogy és akkor most mit csináljak? Menjek külföldre? Miből éljek meg? És akkor erre jött az, hogy összeültünk a csapat, a kis inspiráció csapattal, és összeraktuk az addigi szervezetfejlesztési tudásunkat, és azt mondtuk, hogy mi lehet ebből a kitörési pont, és ez a közösségi vállalkozás. Na tehát mi azért kezdtünk el kommunikálni az online médián keresztül, mert van egy ügy, amit azt gondolunk, hogy a civil szférának egy kitörési pont lehet. Ez a közösségi vállalkozás, mint szervezeti modell. Ezt kezdtük el kommunikálni nagyon sokféle csatornán. De mielőtt bemutatnám azt, hogy mi mint eszközt hogy használjuk a közösségi médiát, azelőtt azért röviden elmondanám, hogy mi is ez, mert szerintem így érthető, mi is ez a közösségi vállalkozás. Erről sokszor 45 percet tudnák tartani, tehát valószínű, hogy ez egy felvillantása lesz ennek a dolognak. Amint említettem, ez egy szervezeti modellként gondolunk mi a közösségi vállalkozásra. Ha valaki találkozott már a társadalmi vállalkozás gondolatiságával, akkor igen, ennek nagyon sok köze van ahhoz, de azért mégiscsak egy kicsit más. És akkor ugye hoztam egy képet, ami egy zenekart ábrázol, és mi az, amit, ha így az ember megnéz egy komoly zenei koncertet, ami átjön? Átjön az, hogy itt valami nagyon profi dolog történik, egy nagyon profi együttműködés eredménye az a zenedarab, amit éppen meghallgattam. Ahhoz, hogy az tényleg úgy összecsengjen az a darab, ahhoz ugye szükség van arra, annak a közösségnek a vezetőjére, vagy ugye a karmesterre, és szükség van minden egyes zenészre, aki ott van, és nekik egy nagyon szoros, profi
együttműködésére. Na hát, valahogy ez az igazi lényege a közösségi vállalkozásnak. Igen, most hirtelen azon gondolkoztam el, hogy ne menjek bele nagyon mélyen ebbe a témába. Ha ugye azt mondom, hogy közösségi vállalkozás, akkor ugye van a közösségi minőség az egyik oldalon, és van a vállalkozási hatékonyság a másik oldalon. Ugye most megint felvillantok csak egy, hogy a közösségi minőségről ugye mit lehet elmondani. Ugye van egy szociológus, ez egy amerikai szociológus volt, ő azt mondta, hogy csak akkor lehet közösségnek nevezni egy közösséget, ha ez az öt funkció teljesül ebbe a közösségbe. És én most nem elemezném ki mindegyiket, hogy mi micsoda, de ott van felül a gazdasági boldogulás. Ő azt mondta, hogy azt nevezhetjük csak közösségnek, az a közösség, aki a megélhetésre lehetőséget teremt a közösség tagjainak. Ha ez a funkció hiányzik, akkor nem nevezhetjük közösségnek azt a közösséget. Na most én azt gondolom, hogy ez még mindig nem a közösségi minőség, ez csak mint egyfajta szerkezet vagy struktúra, hogyha ez megvan, már jó, de azért ennek a minősége még nagyon sok, tehát lehet ugye jól is csinálni és rosszul is csinálni ezt a történetet. De ami a lényeg, hogy azért emeltem ki ezt a funkciót, mert mi is azt mondtuk, hogy ha közösségi vállalkozás, akkor a vállalkozásnak mind a tagjai számára meg kell teremteni a megélhetést, mind lehetőséget kell a saját közössége számára teremteni a megélhetőségre. Ezért vállalkozás, és ezért nem tudom bármi más. És itt akkor egy gondolat a vállalkozásról, mert nagyon sokszor ez ugrik be először az embereknek a vállalkozásból, hogy ez egy jogi forma, tehát hogy mint egy cég. A vállalkozás egy cég. Nem, a vállalkozás nem egy cég, ebben az esetben főleg nem az. Ez a vállalkozás sokkal inkább, mondjuk, ha ugye vettem az Európai Uniónak a zöld könyvét, és akkor megnéztem, hogy definiálta a vállalkozást. És akkor azt mondja, hogy a vállalkozás gondolkodásmód. Nem cég, nem jogi forma, hanem gondolkozásmód. Gondolkozásmód valamilyen gazdasági tevékenység teremtésére, tehát hogy valamilyen gazdasági tevékenységet teremtek, ötvezve ugye a kockázatvállalás, kreativitás, innováció, és ezt mind a józan menedzsmenttel együtt. Tehát ez a vállalkozásnak ez lenne a hatékonysága. Na most én azt gondolom, hogy erre igenis a civilek is képesek lehetnek, csak meg kell őket tanítani erre. Tehát igenis, én azt gondolom, hogy a civilek tudnak vállalkozni, és akkor mindig jön a kérdés egyből vissza hozzám, hogy de egyáltalán vállalkozhatnak? Tehát civil egyesületek, alapítványok vállalkozhatnak? Tehát ezt tőlem kérdezik a civil szervezeteknek a vezetői. Most megint ugye elővehetném azt a 20 perces előadást, amiben elmondom a jogi és adózási részét ma Magyarországon ennek, de ezt most összefoglalom akkor nektek, önöknek. A lényeg az, hogy ma jelenleg a civil szervezet a legkedvezőbb vállalkozási forma. Tehát lehet vállalkozni, ha jól, szépen adminisztrálom, teljesen tisztességesen lehet működtetni civil szervezetnél vállalkozást, és nagyon szépen, igenis, hogyha sikeres vállalkozást sikerül működtetnem, akkor a céljaimat finanszírozhatom ebből. Mert ez nagyon fontos, hogy ez ugye nem profit szerzésre irányul ez a vállalkozás, hanem a társadalmi céljaimnak a megvalósítására. Arra, hogy van célcsoportom, szegények, hajléktalanok, stb. És én nekem, hogyha én közösségbe gondolkozok, kötelességem valójában nekik is megélhetési lehetőséget biztosítani. Tehát kénytelen vagyok abba gondolkozni, hogy vállalkozás, mert hogyan biztosítok másképp megélhetést ezeknek az embereknek. Na hát, tényleg erről sokat tudok beszélni. Még egy gyorsan feldobtam, hogy én hogy definiálom a közösségi vállalkozást, hogy ennek is öt pontja van. Talán úgy tudom tényleg összefoglalni, hogy ez egy társadalmi vállalkozás, és itt azt mondja, hogy a harmadik pontot emelném ki, ez a fontos jellemzője, hogy önmaga is közösségként valósítja meg azt a dolgot.
Én szervezetfejlesztőként azt látom, elmegyek egy szervezethez, azt szoktam tapasztalni, hogy a legnagyobb probléma, a legnagyobb szervezetfejlesztési probléma, azt én úgy szoktam nevezni, hogy az emberi katyvasz. Az a viszonyrendszer, amit én ott találok a szervezetbe. Hogy emberek így egymás háta mögött beszélnek, fúrják egymást, nem beszélünk meg, nem oldunk meg problémákat, hanem így a problémák azok így valahogy így vannak abba a szervezetbe. Mindenki azt gondolja, hogy valaki hibás abba a szervezetbe, és így aztán semmilyen szervezetfejlesztési problémát nem lehet, vagy szervezeti problémát nem lehet megoldani. És nem lehet közösségi vállalkozást sem csinálni. De azért azt remélem mindenki észrevette, hogy ebbe, amit most elmondtam, ebben nincs benne a közösség, mint minőség. Pedig milyen gyakran találkozok én ezzel szervezetfejlesztőként. Ezért tartom nagyon fontosnak, és az egész szervezetfejlesztési módszertanunk arra irányul, hogy ezt a közösségi minőséget tudjuk előállítani. Azaz, hogy segíteni, elérni azt, hogy az emberi viszonyok javuljanak abba az adott szervezetben. Ez nem mindig lehetséges, de nagyon sokszor, hogyha megvan tényleg a szándék és a jó akarat, akkor sikerülhet. Mert ez nem úgy néz ki, hogy az emberek rosszak, és rosszat akarnak csinálni, hanem ott van mindenkiben a jó szándék, csak valami rossz struktúrát raktak össze, és nem bírnak szabadulni. Erre szoktam én azt mondani, ez a struktúrában realizált ördög. Amikor oda megyek, és akkor benne vagyunk, feszülünk, sírunk, rimánkodunk, hogy csináljatok már valamit, de nem vagyunk képesek ezzel kezdeni valamit. Na most ez megint egy hosszabb történet, ugye a szervezetfejlesztőként sokat tudnák erről beszélni. De hát, ha én közösségi vállalkozás felé akarom segíteni a civil szervezeteket, akkor én magam is közösségi vállalkozássá kell, hogy váljak. Ez egy alap, mert hogy ha én nem tudom megmutatni azt, hogy közösségi vállalkozásként lehet működni, civil szervezetként közösségi vállalkozást működtetni, akkor ez nagyon hiteltelen. És hát igen, az Inspiráció Egyesület, itt tényleg annyit láttok csak, hogy mindenféle szervezetfejlesztési tréning folyamatok mennek. Ez nem túl látványos, tehát hogy így hiába rakok fel több képet, nagyjából ugyanezeket fogjátok látni. És akkor azt mondtuk, hogy igen, pályázatok nem nagyon jönnek, igen, azt is látjuk, hogy a civil szervezetek, a mi célcsoportunk nem tudja megfizetni a mi szolgáltatásunkat, magyarán szólva felkopik az állunk, tehát ez az helyzet van, akkor mit tehetünk? Azt tehetjük, hogy amit tudunk, amiben jók vagyunk, azt megpróbáljuk eladni. Na ezt látjátok itt ezen az oldalon. Létrehoztuk a játékkommandót, mint formációt, és a játékkommandót vásárokon, falunapokon, hát mindenféle, ezt látjátok itt a Badár segített minket ebbe a Barac Fesztivál volt fent valahol az emblémbe, és hát valójában játszatjuk az embereket. De közben azt is gondoljuk, hogy mi ezeket a tréningjátékokat visszük be, nagyon vidám, mulatságos módon, de hogy ez is egy tanulási lehetőség. Megismerkednek tréningjátékokkal, és azt mondják, hogy hát tök jó volt, tehát hogy így jól szórakoztunk is. És reményeink szerint ezek az emberek akár szívesen eljönnek későbbiekben tréningekre, tehát hogy azért a küldetés nem hagyjuk el teljesen ebből a dologból. És hát ez az egyik, amivel foglalkozik az Inspiráció, de hát van még ám más vállalkozási irányunk is. Igen, gazdálkodunk. Az Inspirációból nőtte ki magát a Poján Egyesület, ami jelenleg közel olyan 140 hektáron gazdálkodik, állattartással foglalkozik. Az Egyesületnek az a célja, hogy fenntartjunk egy közösségi alapon működő gazdaságot. Nem egyszerű, 4 éve csináljuk, nagyon-nagyon sok nehézség van. Erről is sokat tudnánk beszélni, hogy jön ez a történet össze. Igen, na, tehát hogy, de nem fér bele az előadásba. És ezért most inkább arról beszélnék, ami a konferenciának a témája, hogy és akkor ugye mi van ezzel a közösségi médiával. Ugye, amikor mi azt láttuk, hogy közösségi vállalkozásként kell működnünk, akkor nekünk ez egy alap volt az Inspirációba, hogy mindenkinek kötelező Facebookozni, mindenkinek lehetőleg, aki képes erre, kötelező blogolni, és a honlapot is nagyon keményen fejlesztjük.
ez egy tudatos döntés volt, és ezt mindenki nem elfogadta, hanem mindenki úgy gondolta, hogy ez így van jól. Ugye most van éppen amúgy egy átállása az Inspiráció honlapjának, most csak arra kattintottam rá. Volt egy elavult honlapunk, és most éppen így azt lehet mondani, a napokban állunk át. És hát látszik a tevékenységünk, ugye képzések, szervezetfejlesztés, facilitálás. Ugye alapból próbáltuk már, hogy mondjam, azokat az eszközöket idehozni a nyitólapunkra, ami azt gondoljuk, hogy most a leginkább el tudja érni az embereket. Tehát mi van egy nyitólapon? Hát egy videó. Tehát, hogy kik vagyunk mi, milyenek vagyunk, több videó. Tehát, hogy így egyből rá tud kattintani, és meg tudja nézni ezt a dolgot. És hát mi van még a nyitólapunkon? Egyből a legfrissebb blogbejegyzéseinket látja, tehát azt, ami éppen minket mozgat. És mi van még? Hát természetesen ott van a Facebook oldal, és a legfrissebb bejegyzéseket olvashatja az oldalunkon, és természetesen ugye átkattinthat. Magyarán szólva a honlapunknak a nyitólapja, az már minden egyes felületünkre tovább lépési lehetőséget ad. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ja, és közben, amikor hallgattam ezt az előadást, az első előadást, arra jöttem rá, hogy mi valójában Google stratégiát alkalmazunk, mert hogy folyamatosan foglalkozunk sokféle dologgal, például ez a földforgalmi törvényről szól ez a bejegyzés, amit látható, de hát ugye most, hogyha megnézzük például a második bejegyzést, tehát az Inspiráció Facebook oldala az azt mondja, hogy ez például a főnök kérdésről szól, és ez amúgy egy ilyen kis tesztkérdés van, ugye ha te lennél a főnököt helyébe, adnál-e magadnak fizetésemelést, ugye ez a kérdés. Hát igen, na de az embereket ez így foglalkoztatja, hogy hát hogyne, persze, kattintok rá, érdekel, de miért? Hát mert mi menedzsmenttel foglalkozunk, tehát ez a fő témánk. Tehát ilyen szempontból az Inspirációnak ez egy fontos, hogy mondjam, ilyen megjelenési lehetőség. És sok minden hírt megosztunk. Odafigyelünk arra, hogy tájékoztatjuk a civileket. Nekünk a civilek az elsődleges célcsoportunk. Tehát megjelenik az, hogy holnap van a beadása. Figyelj oda, ne felejtsd el, stb. Stb. Tehát, hogy benne van természetesen azért a korrekt tájékoztatás is. Nem nagy ennek az oldalnak amúgy a kedvelőinek a szám, olyan 5-600 körül van az Inspiráció Egyesületnek a lájkolói, de hogy mi nem tömegeket akarunk gyűjteni, hanem azokat, akik velünk akarnak kommunikálni, és akik velünk szeretnek kommunikálni. Ezért én a közművelődési szakembereknek is csak egy tanácsot tudok ezzel kapcsolatban adni, hogy én jónak tartom, szerintem ez a Google stratégia, ez szerintem szuper. Viszont a végén volt ez a gondolat, hogy követünk vagy teremtünk tartalmat. Én a követés is szerintem is nagyon jó, én is próbálgattam több híren ugye eladni különböző dolgot, ami információnk, de én fontosnak tartom a teremtést is. Én folyamatosan kommunikálok a közösségi vállalkozásról. Ez az én ügyem. Én ezt a hírt, ha beütitek a Google keresőbe, akkor jó eséllyel legalább a, mit tudom én, 6-8 hírből biztos 4-5-öt engem fogtok megtalálni közösségi vállalkozás témakörbe. Azért, mert azt gondolom, hogy bár még ez nem érdekel mindenkit, ez a hír, mert nem egy ilyen, tehát nem a most az árvízről szól, vagy nem tudom, stb. De érdekli a célcsoportomat. Tehát nekik ez fontos, nekik ez létkérdés. És igenis érdeklődnek, jönnek, kérdeznek, posztolnak, stb. Tehát, hogy kommunikálunk erről a dologról. Igen. Mutatnák még egy másik példát, és akkor egy pillanatra visszapattanok arra a felületre, mert hogy itt sok internet címet láthattok, mert hogy mi ugye felvillantottam egy vállalkozási irányunkat, ezt a játékkommandót. Ez egy formáció, ez az Inspiráción belül valósul meg, a szervezet fejlesztők mennek és játszatnak falunapokon. És fizetnek érte, hála az égnek. De ami
a legizgalmasabb történet, hogy egyre több közösség jelent meg körülöttünk, akik azt mondták, hogy most már elég abból, hogy csak panaszkodunk, nincs pénz, nincs megélhetés, mit tegyek ezzel, hanem kezdjünk el valamit. És akkor így jött létre például az Energia és Környezet Alapítványnak a szalmabála oldala, lényegében egy szalmabála vállalkozása, egy szalmabála közösségi vállalkozása, és akkor visszapattanok ide az internetre, azt hiszem ezt megnyitottuk, igen, itt van. Ez a szalmabála vállalkozás az egyik tagunknak a saját vállalkozása ilyen értelemben. Ugye látjátok, hogy most már elég szép lájkoló száma, tehát ilyen 10 000 felett jár az ő kedvelőinek a száma. És hát ugye egy nagyon tudatos stratégiát épített fel, ugye Zalatnai Lászlónak hívják, tehát lehet, hogy valaki ismeri is. Ugye, hogyha megnézitek, csak most gyorsan pörgetek egy-két dolgot, rövidesen azt fogjátok látni, hogy rengeteg kép van fent a Facebookon, és hát tehát ilyen szebbnél szebb dolgok. Tehát mert hát, hogyha szalmabála építészet, akkor ez szép. Ez egy olyan dolog, amit így érdemes megnézni. És akkor ugye rendszeresen megkérdezi, hogy kinek mi tetszik, hogy van, és természetesen ugye technológiákról is ad tájékoztatást, tehát teljesen korrekt a tájékoztatása, de közben egy nagyon-nagyon kemény és következetes Facebook stratégiát alkalmaz, minden nap 3 képet felrak. Tehát nincs olyan nap nála, hogy 3 képet ne rakna fel. És nagyon következetes abba is, hogy mindenre válaszol. Na most erre mondják azt, hogy persze hol van neki erre ideje. Úgy tűnik, hogy be tudta illeszteni a sok minden napi dolog mellett. Nem azt mondom, hogy nem leterhelt. Lehet, hogy most már jó lenne egy munkatárs is, aki ugye mellé kerül. De úgy tűnik, hogy ezt is sikerült felépítenie, mert hogy meghirdetett képzés szalmabála témába, és az elmúlt egy évben 500 ember fizette be neki a képzésnek a díját. 500 ember. Itt jár most. Ebből ő 3 embert már tud fizetni jelenleg, akik a képzéseket tartják. Tehát én azt gondolom, hogy elindult egy úton, most még azt nem mondom, hogy ez egy nagy siker, vagy ilyen, most ez ilyen hanyat kell esni ezen, de azt gondolom, hogy az a stratégia, amit ő folytat a Facebookon, az nagyon jó. Persze egyből lehet mondani, hogy a téma, hát ugye szép házakat, meg lakásokat mindenki szeret nézni. Igen, tehát hogy természetesen ez is benne van a történetben, de én sokkal inkább azt látom, hogy az a fajta következetesség, amit ő valósít meg a Facebook oldalán, az, ami működik. És ehhez még egy dolgot hozzátennék, hogy eszméletlenül odafigyel arra, hogy ne legyen negatívoskodás az oldalon. Tehát vannak vaddisznók, ő így nevezi azokat, akik jönnek, és akkor, hogy hülyeség, felgyullad, nem tudom, mindenféle indok van, amiért a szalmabál az hülyeség. És ő ezeket azt mondja, hogy tényleg leül, és elgondolkozik azon, hogy mi zavarja őt ebbe. Tehát, hogy igaza van neki is. És mindig meg tud fogalmazni egy olyan gondolatot, ami nem arról szól, hogy nem igaz, hülye vagy, tüdü, hanem valahogy kapcsolódik ahhoz az emberhez. És ami nagyon érdekes, visszajelezték neki a kedvelői, nem azok, nem feltétlenül most a vaddisznókra gondolok, hanem azok, akik rendszeresen járnak az oldalára, hogy ez milyen jó. Tehát ezt kapja vissza a jelzésnek, hogy itt ilyen pozitív hangulat van ezen az oldalon. Én megint javaslom ezt egy megfontolandó dolognak a... Azt is mondhatnám, hogy szerintem ez egy ilyen, majdnem egy mesterség, minden ilyen megjegyzésre valamire kitalálni az, hogy hogyan tudok én ehhez kapcsolódni pozitív módon. És nem tudom, hogy. Persze lehet, hogy nincs, tehát nem lehet mindenhez, és megeshet az is, hogy ő bizonyos dolgokat úgy hagy, de amúgy nagyon következetes abban, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot a közösségével. Igen, és akkor még egyet szeretnék mutatni, nem tudom, hogy állok idővel, de még egy dolgot megmutatnák. Ez pedig a nyiregyházikosár.hu. Jaj, hoppá. De azt hiszem, ezt is megnyitottam meg. Igen, itt van. Ez is az inspirációból nőtte ki magát. Ugye szintén az volt
az elgondolásunk, hogy ha az embereknek a megélhetésével akarunk foglalkozni, akkor mi jut a legelőször az eszébe az embernek? A megélhetés. Mire költünk a legtöbbet? Hát erre. És azt gondoltuk, hogy mivel az emberek kénytelenek erre költeni, és ez sokba kerül, tehát havonta jelentős kiadás, akkor kezdjük el kitalálni azt, hogy hogyan tudunk olyan közösségi alapú társadalmi vállalkozásokat létrehozni, ami ezt segíti, hogy az emberek egészséges, helyi, és azt nem mondom feltétlenül, hogy olcsó, mert hogy nem biztos, hogy a Tesco-val tud versenyezni, de még azt is mondanám, hogy olyan rendszert kitalálni, amiben ő akár kimehet és kiválthatja munkával a tanyavilágba az élelmiszer. Tehát, hogy kitalálni azt a rendszert, amiben akár munkával kiválthatom, és nem feltétlenül pénzzel. És döbbenetes volt, ezt elmesélem ezt a történetet, hogy azt mondtuk, hogy hát kezdjük el így beszélgetni a nyíregyházi emberekkel. Meghívtuk őket, az volt a cím, hogy élelmiszer önrendelkezés. Erről kezdtünk el konzultálni velük, vagy konzultálni, meghirdettük, hogy és akkor kezdjünk el beszélgetni. És hát megszoktuk azt, hogy az emberek nem jönnek el. Tehát ezt azért már megszoktuk. És ezért egy sörzőbe, egy ilyen nem túl nagy terembe szerveztük meg magát az alkalmat. Hát az történt, hogy a söröző előtt álltak. És akkor hát ugye kényelmetlen volt, hogy szervezőként el tudjátok képzelni. Úgyhogy gyorsan egy jóval nagyobb terembe szerveztük a következő alkalmat, és nem volt annyi szék, nem tudtuk leültetni az embereket. És akkor gyorsan mentünk a legnagyobb művelődési házba, és elkértünk egy egészen nagy termet, mert azt mondtuk, hogy ez már nem igaz, tehát hogy nem szabad, hogy az emberek ugye végigállják ezt a 2-3 óra hosszát, és azóta ezt a termet megtöltjük szinte havonta újra és újra. Mert az embereket érdekli az élelmiszer önrendelkezés. Pedig, mintha ez valami szakszó lenne, és így az emberek így nem érdekli az embereket az, hogy Nyíregyházán ők hogyan tudnának a sorsukon jobbítani. De olyan emberekkel találkozok, mint a főkertész, ugye elbocsátották, és akkor kérdezem tőle, hogy mondom, te mit keresel itt? Hát ő nem tervez ilyen kerteket, tehát nem zöldséges kerteket tervezett eddig. Hát azt mondta, hogy ezt is kipróbálnám. Hát miért ne lehetne akkor, ha ugye eddig, mit tudom én, díszkerteket terveztem, most majd megpróbálom ezeket a zöldséges dolgokat. És hát elindult a kosár közösség is, és az a jó benne, hogy már nem nekünk kell csinálni. Ennek a kosár közösségnek jelenleg egy kozmetikus, egy nyíregyházi kozmetikus hölgy a főszervezője. Ő szervezi meg, ő egy kis vállalkozó, tehát így a kozmetikus szaktudásával próbál megélni, de hisz abban, hogy lehet ilyen dolgokat csinálni, és a maga kis vékony hangjával, kis termetével szervezi a kosár közösséget. Tehát, hogy ezek így elindultak, és ez nagyon fontos, hogy látjátok, hogy mindegyik kezdeményezésnek Facebook oldala van. Azt nem mondom, hogy mindegyiknek blogja van, mert hogy ez a legnehezebb műfaj, a legnagyobb időigényes dolog. Viszont az inspirációnak a blogja az egy nagyon alkalmas hely erre. Még talán erről egy szót ejtenék, az inspiráció blog. Ez a Poján Egyesületnek a honlapja. Ugye próbálunk azért tényleg olyan honlapokat összerakni, hogy az jó legyen, és akkor megpróbálok rákattintani a blogunkra. Ez jelenleg egy ingyenes blogfelületen van, tehát nem kerül semmibe se ez egy Google-ös blogfelület. Ugye ez az inspirációnak a blogja. És ugye a legutóbbi cikkbejegyzés az közösségi vállalkozásról szól, mi meglepő. És ja igen, tehát ez most nem a fő oldalon vagyok. Csak azért szaladok egy kicsit végig ezen a blog oldalon, mert én is azt gondolom, hogy az embereket nem fogja érdekelni, tehát hogyha én mindig menedzsmentről, szervezetfejlesztésről kommunikálnák, akkor nem jönnének hozzánk az emberek. Tehát nekünk nem szabad mindig erről kommunikálni, hanem kommunikálni kell, mondjuk ezt megint egy kicsit a közben, de csináltunk például ajándékcsomagot civileknek, ugye ez is egy, ugye mindent lehet, csak akarni kell, ez egy ilyen kicsit ilyen pszichológiai. Itt a facilitálás értelmeről, miről beszélnek a férfiak, és mire gondolnak a nők. Tehát, hogy ez egy ilyen, végülis egy olyan téma, amit így szívesen elolvas mindenki. Gyerekmunka.
a munka gyümölcsének az íze. Még szerencsé, hogy van egy kis problémám. Én vagyok így, te hogy vagy? Nagyon sokféle, tehát azért kötődik mindegyik, vagy a magatartástudományhoz, pszichológiához, stb. Stb. De azért ezek az érdekes, ilyen, olyan írások, amiért szívesen jönnek, és tényleg jó, jó az olvasottsága, tehát nem tudunk nagyon gyakran feltenni cikkeket, de valahol ki is írja. Tehát ugye az eddigi oldal megjelenítés volt ugye 21.847, és nem olyan régi ez a blog. Tehát hogy van olvasottság ennek. Na úgyhogy mi így használjuk ezeket a közösségi médiákat, és talán zárszóként annyit tennék hozzá, hogy ugye említettem az előbb ezt a dolgot, hogy igenis én hiszek abba, hogy teremteni is kell tartalmat, viszont ehhez ügy kell. Ügy kell az embernek, mert hogy miről kommunikál akkor, hogyha nincs ügye. Tehát csak ahhoz érdemes kötni ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy maga a közösségeknek az ügye, a közösség megélhetése most egy fontos ügy. Közösségeink megélhetése egy fontos ügy. Tehát, hogyha akár e köré tudjuk szervezni a kommunikációt, akkor én azt gondolom, hogy eredményes kommunikációt lehet csinálni. Hát köszönöm szépen!